A hagyományokhoz híven a szlovákiai nagysárosan tartották bajnoki főpróbájukat a nyíregyházi tekézők. Az 53. Salis kupára munkahelyi elfoglaltságok miatt nem a legerősebb összeállításában utazott el az NTK, amely végül a harmadik helyen végzett a hadcsapatot számláló mezőnyben. A legjobb nyíregyházi játékosnak az egyéniben 7. helyen záró Hakker Dezső bizonyult. Hakker Dezső 580 fája, amivel a legjobb külföldnek járó különdíjat is elhozta, az már mindenképpen biztató, míg mellette a Szlovenszki Tibor 565 fa, illetve a Magyarorsi 566 fája, az azt lehet mondani, hogy biztatást adhat már a következő idegenbeli mérkőzésünkre, amit majd a következő hétvégén a Szolnok ellen vívunk majd meg. Azt lehet mondani, hogy a harmadik helye megszerzése az mindenképpen egy jó helyezés volt ezen a hadcsapatos tornán. Egy kis szerencsével sikerülhetett volna a kasaiakat magunk mögé utasítani, de sajnos nem jött össze. Azt meg mondanom se, hogy a hazai pályaelőnyét maximálisan kihasználták, és egy nagyszerű csapatfával megnyerték a viadalt. Mivel a rajtsorszámokat a legutóbbi szezon helyezései alapján osztották ki, az NTK az első 4 fordulóban az elmúlt bajnokság első 4 helyezettjével méri majd összetudását. Rögtön az első mérkőzésen a tavaly 4. helyezett Szolnokhoz kell látogatnunk, azután majd következik a tavalyi harmadik helyezett Répcelak hazai pályán, majd Zalaegerszegre utazunk, akik tavaly a másik helyezettek voltak, és ebből következik, hogy a 4. fordulóban a Szeged ellen kell megvívnunk a kis csatánkat Szegeden, úgyhogy az első 4 forduló mondhatnám azt, hogy a szeptemberi felkészülési mérkőzések, mert ezt mindenképpen így kell majd tekintenünk, ez jól jön majd a csapatnak. A nyíregyháziak célja az, hogy meghosszabbítsák szuperligás tagságukat. Ehhez az utolsó 2 helyet kell elkerülniük Fintáéknak a 12 csapatot számláló mezőnyben.